az eredmény krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk! A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez továbbra is a Millás reggeli 0630 20 10 909. Itt lehet minket Viberen, Whatsappon, SMS-ben utolérni. A stúdióban Ács Gábor. És Kántor Endre, és hát megpróbálom röviden összefoglalni a hallgatók, okay, mit írnak. Tehát egyrészt nagyon szerethető, igazi szórakoztató ember, mármint Kóda György, azt próbálta most éppen a hvg.hu is megfejteni, hogy miért lett óriási népszerűsége a fiatalok körében, és nem olyan, mint pár éve abban a hullámban, amikor inkább kínlódni meg mosolyogni jártak az emberek Korda meg Ukrin Benedek koncertekre, hanem most de tényleg óriási rajongás van. Ezt többször elmondtad, de nem így van. Bocsánat, ezt ki kell javítani. Nem kínlódni jártak, akkor szórakozni jártak. De röhögve, tehát ironikusan, de az egész más volt. Is. Ez most teljesen más, ez a mostani. Abban nincs vita, hogy ez teljesen más. Igen, most viszont, őszinte rajongás van. Megfejtés továbbra sincsen. Valaki szerint egy profi menedzsment a háttérben, profi közösségi média kezelés, jól fölépítették, az ő őszintesége is rátesz. Szóval van egy csomó minden. De szerintem semmi ezek közül. Egész egyszerűen írják, hogy mém zene lett 40 évesen, minden 40 éves bulikban is föltűnt, és játsszák is. Mi is hatalmasat bulizunk rá, úgyhogy ilyenek jöttek alapvetően. Semmi gond nincs vele, nem erről van szó, csak szerintem nem érdemes így belemenni, meg ennyi energiát pazarolni rá, hogy megfejtsük. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n. Na nézzük, hát sávelzárások vannak például a Váci úton, a Dózsa-György útnál nem lehet balra, a Dráva utcába kanyarodni közműépítés miatt. Az Útinform pedig még balesetről nem számolt be, legalábbis Budapesten, de azt mondja, hogy a Szerencs térségében van egy baleset a 37-es főúton, na aki Tokajba megy, az tudja, a főutat lezárták, a forgalmat elterelték. Egyébként pedig az M3-as autópályán erősödő forgalom, az M0-as autóti csomóponttól a főváros felé már lassul, és hát ezt tudom elmondani. M1-es, M7-es bevezetőről ír a hallgató, hogy suhan. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. És a járókelő.hu hírei következnek. Itt van velünk Molnár Zsuska, a Járókelő Közhasznú Egyesület kommunikációs koordinátora. Szervusz, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hát sok minden van, többek között ez a Gellért-hegyi kilátópontok és sétányok, és arról a szemét helyzet. Ugye? Legutóbb beszéltünk, és akkor érkezett több bejelentés, és van valami fejlemény? Igen, erről legutóbb, amikor egy hónapja találkoztunk, akkor beszéltünk, hogy érkezett hozzánk bejelentés a Gellért-hegyi kilátóponttal kapcsolatban, a Szabó Dezső sétánnyal egészen pontosan, és nagyon szemetes volt, tehát több képet kaptunk, ahol látszik, hogy nagyon régóta nem volt elszállítva itt a hulladék, és nézem is, azt hiszem, hogy körülbelül egy ilyen négy nap, igen, amíg megtörtént az intézkedés. Na, az gyors, az jó. Úgyhogy elszállították a szemetet, és a bejelentő is visszajelzett nekünk, mert ugye erre is van lehetőség a járókelő.hu weboldalon, és ő is visszajelzett, hogy ő is észrevette, ő is látta, hogy eltakarították a szemetet, és bizakodva írta, hogy reméli, hogy ez rendszeressé válik, és nem lesz több ilyen helyzet. Na, akkor ez legalább jól hangzik. Mi a helyzet viszont a Margit utcában? Ugye itt egy elég hülye szitu alakult ki, mert úgy minden gyalogosan közlekedő az úttestre kényszerül, ami nem a legjobb. Igen, itt augusztus 15-én kaptunk egy jelzést a Margit utcáról. Itt felújítási munkálatokat vagy végeznek, vagy építkezés történik, ami miatt az utcának az egyik oldalán a járda szakaszt azt teljesen lezárták,
és ki is került egy sebességkorlátozást jelző tábla, útszűkületet jelző tábla, és még egy tábla, ami jelzi, hogy a gyalogos forgalom a túloldalon lehetséges, a túloldalon viszont a járdán végig autók állnak. Ezt sajnos nem látom én itt a beküldött fotók alapján, hogy ez szabályos vagy tilos van parkolás. Nagyon úgy tűnik, hogy szabályos, mert tényleg az egész járda szakaszon végig állnak, úgyhogy lehet, hogy itt ez engedélyezett, sajnos nem tudom, de lényegében sehol sem lehet gyalogosan közlekedni, és a fotókon látszik is, hogy itt abszolút az úttestre szorulnak a közlekedők, a gyalogosan közlekedők, akár a kerekesszékesek, babakocsisok esetében azért ez egy nagyon furcsa helyzet, hogy őnekik is az úttesten kell közlekedni, de bármilyen gyalogosnak. Úgyhogy itt mi elküldtük a jelzést a megfelelő illetékesnek, ugye ez a második kerületi városfejlesztő ZRT. Ők választoltak is, hogy foglalkoznak a problémával, de egyelőre még kértek türelmet, de egyelőre még érdemben nem történt változás, vagy mi legalábbis nem tudunk róla. Aztán van itt ez a Jókai téri szituáció, és itt is szintén egy ilyen gyalogátkelő probléma van a Kolibri Színház előtt, mert hogy azt többen írták, hogy az új Jókai tér az csodás lett, viszont ez a gyalogátkelő ez nagyon kellene. Igen, ugye a Jókai teret nemrég felújított a 6. kerületi önkormányzat, és többen dicsérik is, hogy jól sikerült ez a felújítás. Ugye a Kolibri Színház, ami egy gyerek előadásokat játszó színház, ugye itt nagyon sok gyerek közlekedik időnként előadások előtt, előadások után, és ugye itt át lehet jutni a térre, a Mozsár utcát keresztezve, de itt nincsen zebra, és valóban a bejelentőnk azt kéri, hogy itt létesítsenek egy zebrát, illetve sebességkorlátozással vagy fekvőrendőr telepítésével a Mozsár utcában érkező autósokat is valahogy, autósok számára is valahogy jelezzék, hogy itt lassítani kell a gyalogátkelőhely előtt, illetve még a parkolással kapcsolatban volt kérés, mert itt is a Kolibri előtt látszik a fotón egy parkolóautó, és azt kéri szintén a bejelentő, hogy ezt is korlátozzák, hogy ott a Kolibri Színház előtt a gyerekeknek legyen elég hely. Na, ja igen, van még ez a Trajanus tér, szerintem az egyik legérdekesebb, ahol hát azt is tudjuk, hogy hát így jártunk, nem lesz megoldás. Ott mi történik? Igen, ez egy már nagyon régóta húzódó ügy nálunk. 2020-ban jelentették be először. Itt tulajdonképpen a téren az látszik, hogy itt a térnek vagy a járdának a szintjéből kiemelkedő zöld területet lehet látni, ami tulajdonképpen egy ilyen beton, vagy burkolat, tehát hogy egy ilyen kőburkolattal van körülvéve, és erre a burkolatra ugye akár le is lehet ülni. Most lehet, hogy ez így egy picit nehezen magyaráztam el, de lényeg az, hogy itt a kőburkolat az nagyon-nagyon sok helyen széttöredezett, leomlott, és most már legalább azt hiszem 4 bejelentésünk van, ahol kérték, hogy valami történjen ezzel a kőburkolattal, és még egy előző bejelentésnél kaptunk választ, itt azt írta az önkormányzat, hogy a terület üzemeltetésével foglalkozó vállalkozó azt jelezte, hogy itt is egyedi burkolatról van szó, tehát hogy ennek a pótlása már nem lehetséges, a gyártó cég megszűnt, és azt írják, hogy az lehet a megoldás, hogy ezt átépítik ezt a helyszínt, de hogy ez most jelenleg forrás hiány miatt nem lehetséges. Ami szerintem ideig még akár érthető is, de itt rengeteg elem van, ami összetört, leesett, és ennek ellenére az önkormányzat azt írja, hogy ezek a törött panelek nem jelentenek élet- és balesetveszélyt. Mi ezt nem így látjuk a fotók alapján sem, illetve hát, hogyha valaki leül mondjuk egy ilyen panelre, és az esetleg mozog, eltörik, leesik, akkor szerintünk ez balesetveszélyes, de hát ott hevernek tényleg ezek a panelek. Ennek ellenére egyébként az üzenet végére oda került, hogy nem rendeltetésszerű használat esetén bekövetkező balesetért az önkormányzat nem vállal felelősséget,
úgyhogy lehet, hogy ők is úgy látják, hogy itt mégiscsak lehetséges baleset, de hogy ezért ők nem vállalják a felelősséget, illetve ugye nálunk minden bejelentésnek kommentelni is lehet, és a kommentelők is jelezték, hogy azért ezeket a leesett és összetört burkolatdarabokat attól függetlenül, hogy nem pótolják, jó lenne elszállítani, mert egyrészt foglalják a helyet, másrészt tényleg botlás veszélyesek, baleset veszélyesek. Uh-huh. Ez a Trajanos tér, ez Békásmegyeren van, ugye? Igen, igen. Uh-huh. Harmadik okay. kerület. Igen, igen, ott a közel a piachoz, illetve a hévállomáshoz a túloldalon. És akkor van még egy fontos dolog, amit mondani szeretné az önkéntesekről. Igen, ugye a járókelő csapata nagyon sok önkéntessel működik, erről már többször beszéltünk, ugye főleg ügykezelők vannak nálunk, akik ezeket a beérkező ügyeket kezelik, és továbbítják az illetékeseknek, de nagyon sok más önkéntes is dolgozik nálunk, például jogász önkéntes csapatunk is van, és ebből a csapatból most hiányzik egy vagy több ember, úgyhogy most jogász önkénteseket keresünk, a járókelő.hu-nak a blog oldalán meg lehet találni a teljes felhívásunkat, és lehet jelentkezni, tehát olyan önkéntest keresnénk, aki jogász végzettségű vagy jogi tanulmányokat folytató hallgató. Ugye vannak olyan ügyek, amelyekben elakadunk, az illetékes nem válaszol, vagy nem történik megoldás, és ilyen esetekben szükségünk van jogi segítségre, illetve nekünk, akik egyesületként működünk, és vannak olyan akár partneri, együttműködési szerződések, önkéntes szerződések, amelyek kapcsán szintén szükségünk van jogászok segítségére, úgyhogy keresünk önkéntest erre a pozícióra. Oké, tehát járókelő.hu, ott érdemes nézelődni, hogyha valaki bejelenteni szeretne, vagy tájékozódni, egyébként pedig önkéntes jogászt kerestek. Zsuska, köszönjük szépen! Én is nagyon jó munkát, szia-szia! Sziasztok! Molnár Zsuskával beszélgettünk, a Járókelő Közhasznú Egyesület kommunikációs koordinátorával. Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el. Get your bets down, ladies and gentlemen. Következő